Na, sziasztok! Hello, sziasztok! Üdv újra mindenkinek innen Tennessee-ből, azon belül Pigeon Forge-ból. Hogyha esetleg most csatlakozol, akkor nézd az első videótól, ugyanis körbejárjuk a keleti partot most, úgyhogy érdemes minket követni. És megyünk tovább Tennessee-ből, hiszen elhagyjuk ma Tennessee államot, Kentucky a következő állomásunk. Nagyon szép úton fogunk keresztül menni, megnézzük előtte még Knoxville-t itt Tennessee-ben, aztán pedig Kentucky-ban fogunk menni, de azt még nem áruljuk el nektek, hogy hova. Kövessetek! 'Cause this is where I wanna be, with you right here next to me. Don't know, but let's find out where it goes. Keep traveling on and on and on and on and on. Tegnap megkóstoltuk az Oli Smoky Whiskey-t Gatlinburgbe, és nagyon ízlett nekünk, de most megálltunk egy likőrshopba, mert mondtuk nektek, hogy általában az olyan boltokba, ahol sok az ember, meg a, mit tudom én, ott azért drágább, úgyhogy megálltunk most egy ilyen likőrshopba, pont itt Tennessee és Kentucky határánál, hogy vegyünk egy whiskyt jóval olcsóbban. Igen, megálltunk, és megnéztük ezt az Old Smoky-t is lehet itt kapni, a 27 helyett itt csak 20 dollár volt, viszont a bácsi, aki itt a likőrshopba volt, nagyon kedves volt és ajánlott nekünk egy típusú whiskyt, amit már a barátaink is mondtak, ez pedig a Fireball. Ez az első fahéj ízesítésű whisky Tennessee-ben, ebből indult el a Jack Danielsnek is a fahéj ízesítésű whiskyje, és az összes többi márkának is, és úgy gondoltuk, hogy mi az eredetit szeretnénk megvenni, egyébként összehasonlítva a másikakkal, ennek a színe sokkal sötétebb, sokkal érettebb. Ti próbáltátok már egyébként a fahéjas whiskyt, amit eredeti nevén Fireballnak hívnak? Hát, átléptünk hivatalosan is most már Kentuckyba, mert minden egyes államhatáron van ilyen pihenőhely, ahol meg lehet állni, van információ, WC, természetesen italautomata, meg minden, amire szüksége van egy jó amerikai állampolgárnak. Tudjátok, hogy hol vagyunk? Hát, Corbinba. Lehet, hogy ez még így nem mond nektek semmit, de mindjárt fog. Na srácok, hát ez az a hely, ez az a város, ahol minden elkezdődött. Innen indult az egész KFC, azaz a Kentucky Fried Chicken. És hogy ki ez a csirkes bácsi, aki mindig mosolyog ránk? Hát ő Harland David Sanders ezredes Kentuckyban, aki megalakította a Kentucky Fried Chicken tulajdonképpen, és ő nem egy katonai rangban értendő ezredes volt, hanem amit itt Kentuckyban kiszoktak osztani, egy tiszteletbeli ezredes. És akkor gyertek, menjünk most közelebb az épülethez, ismerjük meg egy kicsit még közelebbről az első és hamisíthatatlan KFC-t. Ez a kedves bácsi több munkahelyen is dolgozott, gőzgépfűtő volt, biztosítási ügynök, és még benzinkutat is üzemeltetett, amit most itt láthattok. Majd elkezdett a nagy gazdasági világválság idején Corbinban, itt Észak-Corbinban sült csirkét árulni, és ez idő alatt kifejlesztette a titkos fűszernek az alapanyagát, illetve azt, hogy hogyan lehet csirkét gyorsütőben sütni, majd ezt szabadalmaztatta is. Aztán Sanders meglátta ugye a lehetőségeket a franchise-ban, és amikor sajnos a Sanders kaféját, ami itt mögöttem található, be kellett, hogy zárja, ekkor elkezdett franchise-ban gondolkodni, és az egész országban elkezdte ezt reklámozni, és 1952-ben az első franchise-ban működő KFC nyitotta meg kapuit Utah államban. Na srácok, akkor nincs más hátra, mint hogy bemenjünk az épületbe, és megkóstoljuk, megnézzük, hogy milyen az eredeti KFC, vajon olyan lehet, mint az otthoni? Meglátjuk! Hey,
az épület is teljesen autentikus, és olyan, mint az első csirkesütő volt. Lehet venni relikviákat is, KFC-s cuccokat, itt van rögtön elől a konyha. Lehet venni mindenféle italt. És természetesen ez az étterem nem csak egy sima étterem, olyan, mint otthon, hanem múzeumként is működik. Meg lehet nézni a Szendősz bácsinak itt a teljes mellszobrát, fejszobrát. Itt van a régi korabeli ruhája tulajdonképpen, családi képek, és hogyha ide belépünk az étkező részre, akkor pedig itt van régi korabeli csirkesütőjéből, az étterem részből fennmaradt mindenféle konyhai kiegészítő. Itt Amerikában ugye, ahogy már korábban is láthatátok, mindenhol úgy működik, hogy kapsz egy poharat, mint otthon is jó pár helyen, és akkor annyit iszol, amennyit akarsz, annyi jeget teszel bele, amennyit akarsz. Hova ülünk? A padra, nem? Na, itt van minden. Már azt így első ránézésre észre lehet venni, hogy a krumpli az teljesen másképp néz ki, mint az otthoni. És sokkal jobb íze van. Ez is, mintha bele lenne vonva valamibe, szerintem lisztbe lett volna beleforgatva. Nagyon jó. Ilyen ropogós. Szóval akkor kóstoljuk meg a csirkét. Ami rögtön elsőre feltűnhet, az az, hogy brutál cornflakes-es az egész, ugye? És kíváncsi vagyok, hogyha beleharapok, akkor az ropog-e, és milyen az íze. Csípe, mint az otthoni. Ez brutál ropogós. Ez, úristen, messze menően sokkal jobb, mint az otthoni. Bár az otthoni is finom, de ez nagyon brutál finom. És nem csíp. Az otthoni az csípős, az otthoni strips, ez egyáltalán nem. Egyszerűen nem is értem, hogy az otthonit miért csinálják csípősre. Szóval szerintem nagyon finom, ez nagyon jó. Hogyha erre fele jártok Kentuckyba, feltétlen gyertek ide be és kóstoljátok meg. Amúgy az előbb itt láttam egy olyan fószert, aki úgy néz ki, mint a KFC-s bácsi. Most titkos felvételek készülnek. Ő is ember, ő is megszomjazik néha. Most pedig nézzünk akkor egy kicsit körbe itt az éttermi múzeumban. És előbb, amikor titokban videóztunk, akkor ő, Daryl Hammond volt itt a képen. I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. I got joy like a fountain, I got joy like a fountain, I got joy. Akkor itt meg lehet forgatni, hogy néztek ki korábban ugye ezek a bucketek, azaz kosarak. Meg lehet nézni az összeset. Van ez az amerikai zászlós. Szóval tök jó. Régen, amikor még csirkesütőként működött ez az étterem, illetve kávéház, akkor így volt annak idején megterítve. És most gyertek, nézzük meg, hogy hol rejtik a titkos hozzávalókat, a titkos fűszereket. Kentuckyban felelhető összes fűszert láthatjátok itt mögöttem, de csak 11 fűszert használt fel Sanders úr összesen a csirkének a fűszerezéséhez. Ez pedig ott található, itt oldalt. Ebben a kis üvegben található a 11 őrölt fűszernek a keveréke, amivel tulajdonképpen ő befűszerezte. Az egyik biztos, hogy a bors. És akkor most gyertek, nézzük meg, hogy nézett ki az 1950-es évek környékén a konyha. Szóval régen így nézett ki a konyha, itt volt az a helység, ahol ezeket a finom csirkéket elkészítették. És egy kis érdekesség, mégpedig az, hogy 1966-ban Herland Sender szabadalmaztatta a kuftát, hogy ebbe készíti a csirkéket.
Lága, please Lága River Aga, please Lága River Aga, please Lága River in my soul. Na és most, hogy kijöttünk, még van egy érdekességünk a számotokra. Nézzük meg, hogy hol élt Sanders úr. Szóval ez az a ház itt mögöttem, ahol mindennapjait élte a csirkés uraság, és itt volt mellette közvetlen közel az étterem is. Itt van bent. Hát tök jó volt most ezt így élőben látni, hogy honnan indult tulajdonképpen minden, de most már tovább kell indulnunk. Fear is like a broken record, same old songs of accusation play. Like who are you to speak the truth, just look at all your failures and mistakes. Hát gyerekek, most nagyon vidéken vagyunk, mert direkt letértünk a főútról, hogy lássunk is valamit itt a vidéki Kentuckyból, és azt hiszem, hogy látunk, és tényleg tök jó, olyan, mint a filmekben, még mindig. Szerintem azért ilyet nem sok mindenki lát, de tényleg. Szóval szerintem nem sok mindenki megy el ilyen vidéki helyzetbe. Hát, megérkeztünk Lexingtonba. Most ez a szállás, ez olyan, mint az első szállások voltak. Kicsit dohos, kicsit régi, kicsit bogaras, de mi szeretjük. Ezek a helyek itt tényleg az útszélén arra jó, hogy az ember felfrissüljön, aludjon, fürödjön, meg mit tudom én, és akkor utána pedig tovább induljon. De mindig nézzük meg a szállásoknak az értékelését, mert az nagyon fontos. Szóval, ma még itt a délután folyamán az történt, hogy végigmentünk a vidéken, tényleg megnéztük, betekintést nyerhettünk a Kentuckyak életébe, láttunk sok farmot, sokan tartanak szarvasmarhát, lovakat, meg mindenféle állatokat. Tényleg szép farmokat láttunk, gyönyörű házakat, voltak azért putrisabb részek, de azt figyelmen kívül hagytuk. A mai napban már annak a bemutatását nem akartuk belesűríteni, mert egy videóba csak egy érdekesség kerül. A következő videóban, hogyha velünk tartotok és érdekeltiteket Kentucky, illetve a vidék, hogy mivel foglalkoznak a Kentucky emberek, illetve a bourbon whisky, akkor tartsatok velünk a következő részben is. Ha tetszett, akkor lájkoljatok mindenképpen, iratkozzatok fel, és talizunk legközelebb. Ciao!